karácsonynak a szelleme ma is ott él az emberek szívében. Igaz, mára egy kicsit torzult, kicsit megváltozott ez a kép, és a karácsonynak a békéje ma sok emberben karácsonyi stresszé változott. Az adventi készület ideje gyakran már önmagában ünnepé válik, és az az idő, mely korábban az elcsendesedés, a magunkba fordulás ideje volt, ma már ünnep. Készülünk az ünnepre is, mégsem vesszük észre, hogy ki az, akiért készülünk. Mit adhat nekünk a karácsony, tehetjük fel a kérdést. De így is fogalmazhatnánk, mit várunk a karácsonytól. Valamennyien láthatjuk, hogyha kimegyünk a városba, vagy bekapcsoljuk a televíziót, hogy az emberek alapvetően szeretetre vágynak, békességre, olyan pillanatokra, amelyek egységet hoznak és közösséget teremtenek. Valamennyünk számára ezt jelenteti a karácsony. Az Isten erről a szeretetről beszél nekünk ezen az ünnepen. Ebbe a közösségbe hív meg bennünket, az ő közösségébe. Közösséget akar teremteni, ember és ember között is. Ragadjuk meg az alkalmat, karácsonyt tegyük valóban olyan pillanattá, amikor ez a közösség, az Isten szeretetének a megtapasztalása létre tud jönni az emberi szívekben. Mit ad nekem a karácsony? Talán idén azt, hogy megtanuljuk, hogy eszköztelenül hogyan lehet az embereket megajándékozni. Szociális évet töltve, most a reményházában, a hajléktalan ellátásban dolgoztam az elmúlt 3 hónapban, és meg kellett azt tapasztalnom, hogy problémákat nem tudom megoldani mások helyett, de ott tudok lenni emberként az ő számukra. Karácsony számunkra is a közösség ünnepe. Mi azokkal szeretnénk ezt az ünnepet megünnepelni, akikkel egész évben együtt vagyunk. A szegények, a hajléktalanok, a betegek, az idősek, a kitaszítottak. Bízunk benne, hogy mindannyian megtapasztaljuk, hogy milyen jó Isten szeretetének eszközei lenni a legszegényebbek és a legrászorultabbak között. Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!